az esti mérleg valamennyi nézőjét, az újonnan megalakult kormány ígéretet tett arra, hogy megúvja az ország biztonságát. Erről is szót ejtünk stúdiónk mai vendégével, Varga Tamással, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. Hát megkezdte az új kormány a munkát, vagy folytatja az új kormány a munkát, és az országgyűlésben is zajlik az ülésszak. Milyen fontos napirendek kerülnek terítékre? Igen, ennek az évnek a legfontosabb dátuma Magyarország és a magyar emberek szempontjából április 8-a volt, ahol a magyar emberek döntöttek, és meggyőző kétharmados felhatalmazást adtak a régi új kormánynak, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. És most a hivatalos és ünnepélyes országgyűlési ülésszak, ülések után, amikor is megalakult az ország, és megválasztott a miniszterelnököt, és esküdtetek a kormány tagjai, megkezdte a munkát két nagyon fontos kétharmados többséget igénylő törvénnyel, és egy harmadikkal, ami szintén fontos és összefügg az első kettővel, mert mindegyik a biztonságról szól, Magyarország és a magyar emberek biztonságáról, a 7. alaptörvény módosítás, amely kimondja, hogy Magyarország nem bevándorló ország, kíván lenni, magyar emberekkel kívánnak együtt élni, és meg szeretnék választani azokat, akiket beengednek, és nem kívánják, hogy ebbe bárki, akár az Európai Unió, akár bármelyik szövetséges ország beleszóljon. Van ennek egy lelki, fizika, filozófiai tartalma is természetesen, hiszen ezzel az alaptörvény meghatározza azt, hogy mi az, amit egy szövetségen belül az ország kész és megtenni, és mi az, ami a szuverenitásának integráns része, és abban egy semmit nem kíván feladni, és nem kíván hátrálni. Az ezzel összefüggő másik törvénycsomag, amely nem járt még az országgyűlés előtt, ez az alaptörvény módosítás, igen, de az ellenzéki pártok nemleges válasza miatt nem kapta meg a többséget, a stopsoros törvénycsomagot benyújtotta az előző kormány, de az új országgyűlés tárgyalja, aminek szintén a biztonsága lényege, hiszen kimondja azt a nagyon fontos tételt, hogy átláthatóan kell az úgynevezett civil szervezetnek, NGO-knak, nem kormányzati szervezeteknek működni, és akik Magyarország törvényeit megszegik, tehát bevándorlókat segítenek illegálisan Magyarországra, akkor büntethetők, és ezeknek a jogi szankcióit is rögzíti. A harmadik törvény, ez egy feles törvény, a költségvetési törvény, amelyet már évek óta a mi kormányunk ilyenkor július táján fogad el, nem az évvégi hajrában, hanem amikor még van idő megvitatni, megtárgyalni és meghozni a jó döntést, szintén a biztonsággal függ össze, hiszen ennek a biztonságnak, a közbiztonságának nagyon fontos része a gazdaság biztonsága, a megélhetés biztonsága, az emberek megélhetésének, jólétének biztonsága. Magyarország egyre jobban teljesít, a mindapi híradásokból is látjuk, hogy, és halljuk, hogy a Világbank is felfelé módosította a várakozását a GDP növekedés tekintetében, és ezt a gazdasági növekedés, ezt a gazdasági teljesítményt egy jó költségvetés tudja megalapozni, így élhetnek a magyar emberek, a székesfehérvári emberek biztonságban. Ezt a három törvényt tárgyalja most a nyári ülésszakban a parlament. Ugye említette ön is, hogy bőven a határidő előtt tárgyalnak a költségvetésről. Ez miért fontos? A kiszámíthatóság miatt, hiszen így, ha július végéig ezt elfogadjuk, akkor még egy fél év áll előttünk, és előre láthatóak és érzékelhetők a gazdasági folyamatok és a teljesítmény. És a mi városunk Székesfehérvár szempontjából is fontos, hiszen nem az utolsó pillanatban van országnak költségvetése, amelyre aztán alapozódhat a város költségvetése, hanem megvan már most júliusban, és így a városban a képviselőtestület
majd a saját költségvetését már biztos gazdasági folyamatok és gazdasági teljesítmény alapján tudja tervezni. Lehet itt hívó szó a stabilitás? Mindenképpen, mindenképpen, hiszen bár az új kormány hangsúlyozottan nem azt fogalmazta meg, hogy folytatja, hanem egy új koncepció és új elképzelések mentén új kormány alakult, de a célok, a kitűzött célok, amelyeket 8-4 évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé, azok változatlanok, és ez az új kormány is azért dolgozik. Ugye azt is lehet olvasni a híradásokban, hogy a migrációs nyomás azért nem enyhül. Gondolom, igen, hát a tegnap előtti és a múlt heti híradásokat nézzük, és a szerbiai képeket, akkor azt látjuk, hogy sem ezen a nyugat-balkáni útvonalon, amelyen új útvonal is nyílik meg Albánia, Montenegro, Horvátország, Szlovénia, Ausztrián keresztül új útvonalat találtak az illegális bevándorlást segítő, nem kormányzati szervek, akik egyébként a földközi tengeren is segítik az illegális migránsokat, hiszen Soros György és az ő terve az változatlan, hatalmas pénzösszegekkel azt kívánja elősegíteni, hogy Európában, ahogy ezt a miniszterelnök megfogalmazta, népességcsere legyen. Ugye az új kormány kapcsán az új feladatokról is beszélhetünk, már az ön személyét illetően is új feladatok is kerülnek az előképbe. Igen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a miniszterelnök úr megbízott azzal, hogy én már nem miniszteri, hanem kormánybiztosként, tehát a kormány biztosaként felügyeljem és irányítsam azt az Árpádház programot, amit évekkel ezelőtt elkezdtünk már, és látható eredményei is lesznek a közeljövőben. Ez egy hosszú távú, messze előre tekintő program. 2022 az aranyból a 800. évfordulójának megünneplésén keresztül tekint előre 2038-ra, Szent István király halálának 1000. évfordulójára. És az Árpádok nemzetségének, az Árpádház királyainak művét kívánja magyarországi és európai kontextusban bemutatni, megismertetni, hiszen ez a néhány száz év, ez a mű, amit az Árpádok megalkottak, a mai létezésünk alapja is. Milyen főbb elemei lesznek ennek, hiszen ön is említette, hogy ennek kézzelfogható elemei is lesznek. Mire számíthatnak itt a székesfehérváriak? Igen, hát a legelső lépés, amit közösen megtettünk, az ország bölcsője, amely Székesfehérvár, alprogramon belül ez a volt köztársaság moziban megvalósuló ideiglenes látogató központ, ahol be tudjuk mutatni a bazilika meglévő köveit, amely egyszer néhány napon vagy héten keresztül látható volt egy kiállítás keretében, de azóta székesfehérváriak nem láthatták. Ez lesz az első lépés, de nevéből is látjuk, hogy ez egy ideiglenes megoldás, hiszen sok-sok év alatt sok-sok feladat lesz még, hogy az ország bölcsője program keretében a nemzeti emlékhely egy olyan méltó hely legyen, amely valóban bemutatja az ország bölcsőjét, Székesfehérvár a városunkat, Fehérvár jelentőségét a magyar történelemben, hiszen a koronázó város, királyok temetkezési helye és a nemzettörténelmi fővárosa. Ez egy hosszabb távú program a királyi sétaúttal, az aranybulla 800. évfordulójának megünneplésével együtt, és egy nagy kiállítás is része ennek a programnak, amely a Nemzeti Múzeum és a Szent István Király Múzeum közös vállalkozásában valósul majd meg, itt Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban, amelyet meg kell előzzön természetesen a Szent István Király Múzeum felújítás. Először erre 35 millió forintot, aztán majd 400 millió forintot sikerült megszereznünk, hogy elkészülhessenek a tervek, és azt a kormánynak bemutathassuk, és a kormány tudja támogatni az építést magát. És a harmadik része, pillére ennek a nagyívű programnak sok-sok kicsi program elem, program rész, kiadványok, a program bemutatása, a honlap megalkotása, Árpádház program mellett csúnya szó marketing,
De természetesen az ezzel kapcsolatos feladatok, hogy az emberek tudják, ismerjék, a fehérváriak is, és a magyar emberek, és a határon túliak is, hogy létezik egy ilyen program. Zarándokutat is szeretnénk, hogy jöjjenek, és lássák, és tudják, hogy mi volt Fehérvár jelentősége. A biztonságról is beszéltünk már, de azért a biztonság is mondhatjuk azt, hogy továbbra is a munkájának a szerves része lesz, hiszen alelnökként tevékenykedik. Igen, és ez nem más, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság, amely fontos, fontos bizottság az országgyűlésnek, és a megtiszteltetés mellett nagy felelősség is az alelnökség, hiszen ez nem egy kormánypárti bizottság, ezt hagyományok szerint mindig egy ellenzéki frakció sorából kikerült elnök irányítja, ez a jelen esetben a Jobbik és Mirkóczki Ádám, hiszen a számarányok úgy alakultak, hogy az igencsak kis létszámú Jobbik lett a legnagyobb ellenzéki párt, oly mértékben csökkent az MSZP, az eddigi legnagyobb létszámú ellenzéki párt létszáma, hogy ez most a Jobbik. Fontos feladataink lesznek a bizottságnak és a bizottság tagjának is a közeljövőben, hiszen ez a biztonságról szól. Ez a biztonságról szól, tehát mondjuk ugyanúgy a migrációval is foglalkozni és egyéb biztonságot érintő témákkal, mondhatjuk ezt? Igen, a Nemzetbiztonsági Bizottság feladata mindazon szervezetek, szolgálatok meghallgatása, beszámolóik meghallgatása és elfogadása, amelyek a magyar emberek és a Magyarország biztonságával foglalkoznak. Mondhatjuk azt, hogy akkor a munka van bőven. Munka van, és lesz bőven. A legfontosabb az országgyűlési képviselőség, hiszen a többség birtokában lehet csak kormányozni, és lehet csak kormányt alakítani. De ahogy eddig is az elmúlt 4, illetve 8 esztendőben, minden beosztásban, feladatban, amelyel megbíztak, én ezt a város szeretném szolgálni ugyanúgy alázattal és hittel, ahogy ezt tettem eddig. Mondhatjuk azt, hogy jó lobby tevékenységet folytatott, hiszen Székesfehérvár képviselőjeként bizonyára az ön munkája is kellett ahhoz, hogy ilyen rekordnagyságú összeg támogatás érkezzen ide a városba, mint ahogy az szerencsére az elmúlt időszakban volt. Ez továbbra is cél akkor. Igen, erre büszkék is vagyunk, hogy Székesfehérvár soha ennyi támogatást nem kapott, mint az előző két kormányzati ciklusban. Én bízom benne, hogy a harmadik ciklus is ilyen lesz. Természetesen ez egy csapatmunka, ahol mindenkinek megvan a feladata, mindannyian tesszük a dolgunkat, és feladat dolog van elég, hiszen ha csak a Modern Városok programját nézzük, számos olyan fejlesztés és program elem van a Modern Városok programján. Elkezdtünk az előző ciklusban a kórház megújítása, amely szintén az előző ciklusban kezdődött, a Fehérvár Tüdeje program. Székesfehérvár egy nagyon erős ipari város is, és szükség van arra, hogy a levegő tisztasága a fehérvári emberek mindennapjainak része legyen. A középiskolai kampuszt is meg kell alkotnunk, elkészültek a tervek, következik az építési időszaka. Van még feladat bőven kormánynál, kormányhoz fordulni a következő programok, programelemek támogatásáért, hiszen vannak még nyitott kérdések, ezért is fontos, és mondtuk mindig, hogy április 8-a után is van feladat, és az április 8-a után megalakuló kormány lesz az, amely majd a következő lépésekhez a megfelelő forrásokat odarendeli, tehát ebben még számos feladat tornyosul elénk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!